Az idén 100 éve Besztercebányán született és 1983-ban Budapesten elhunyt Holess Dénes festményeiből nyílt emlékkiállítás a Magyar Kultúra Alapítvány aulájában. Fél évszázados vándorútja során 5 kontinens 15 országában élt, festett és kiállított. A kelet művészetének egyszerűsége párosult a nagybányai iskola ismérveivel, a nagyvilágban mindenhol jelentős szakmai elismerést kivívó gazdag életművén. Holess eleven, érző, mozgásban lévő négylábúakat festett, megteremtve a csak rá jellemző stílust a lovas festészetben. Három részre tagoltam a kiállítást. Az első, az Otthon mifelénk című szekcióban vannak a besztercebányai, pozsonyi képek és a főiskolai képek. És aztán jön a Rabulejt, a szabadság, ugye, amikor rájött, hogy útra kell kelnie, és akkor vándorolt. És a harmadik szekció pedig, amikor a Lovamat eloldom című fejezet következik, amikor rájön, hogy a lovak az ő kedvenc témája, és hát abban alkotott tulajdonképpen különlegeset. Az április 11-ig látogatható centenáriumi emlékkiállítás egyfajta világpremier, ugyanis a világban szétszórtan hagyott életmű soha sehol nem látott képeiben is gyönyörködhetnek a festészet rajongói.